A Békés Megye Változás Fejlesztési Alapítvány egy nagy múltú alapítvány, 1991 óta végzi tevékenységét Békés megyében. Működésének kezdete óta mikrofinanszírozással foglalkozik az alapítvány, tehát ez azt jelenti, hogy kisebb segítséget hitelformájában tudunk adni a vállalkozásoknak likviditási problémák elhárítására, vagy éppen fejlesztési lehetőségek kiaknázására, akár egy pályázati önerőhöz, eszközbeszerzéshez, telephely vásárláshoz, akár önerő nélkül is. 90-es évek közepétől, mondjuk a 2010-es évekig több mint 5 milliárd forintot helyezett ki és fizettek vissza a békésmegyei vállalkozások az alapítvány részére. Az alapítvány mindig is jeleskedett nemzetközi pályázatok megvalósításában, illetve helyi programok megvalósításában, vagy hazai finanszírozású programok megvalósításában. 2018 évelején közös pályázatot adtunk be az Arad megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamarába, amelynek címe a hatékony határmenti együttműködés, a foglalkoztatottsági növekedés fejlesztése Arad és Békés megyében. Ennek a pályázatnak a célja ipari ingatlanok felkutatása, ipari és illetve vállalkozási célokra használható ingatlanok felkutatása Arad és Békés megyébe. Ezt egy adatbázisba szeretnénk foglalni, amit egy honlapon keresztül fognak majd elérni a végső kedvezményezettei a pályázatnak. Ezáltal generáljuk a gazdaság fejlődését, illetve a foglalkoztatás növekedését. Tudjuk, hogy Arad megyében a foglalkoztatás igen magas, viszont ott is azért törekednek arra, hogy minél szélesebb kerül legyen ez a foglalkoztatottság, illetve az új vállalkozások becsábítása, befektetése, becsábítása mind Békés megyében, mind Arad megyében nagyon fontos, és ennek szűk keresztmetszetének láttuk azt, hogy az új befektetők nem találnak megfelelő telephelyet, illetve az itt lévő, már jól működő cégek nem tudnak tovább fejlődni. Az önkormányzatok segítségével, ingatlanirodák segítségével egy olyan adatbázist hozunk létre, amely teljes mértékben feltérképezi az ilyen ingatlanokat Békés és Arad megyében, illetve lehetővé teszi ez a honlap, hogy a későbbiekben a fenntarthatósága úgymond önállóan is tudjon működni, hiszen mindenki, akinek van ilyen ingatlan, az önön maga is föl tudja majd tölteni erre a honlapra, és fogja tudni használni. Ezáltal ugye megkönnyíti a lehetőséget arra, hogy az adott vállalkozás egy megfelelő telephelyet találjon, határon, innen és túl. Nagyon fontos, hogy ez több nyelvű honlap lesz, tehát ez jelentősen megkönnyíti adott esetben, ha Békés megyéből szeretnének Arad megyébe befektetni a Békés megyei vállalkozások, illetve fordítva, hogyha Arad megyében van olyan vállalkozás, amit Békés megye fele szeretne terjeszkedni, akkor ez megkönnyíti ez a honlap ezt a megfelelő ingatlan kiválasztását. Ennek a projektnek a megvalósításában kitűnő partnerre találtunk az Arad megyei Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamara részéről, és személyes jó kapcsolatot ápolok elnök úrral, amelyet egy korábbi pályázat megvalósítása során alakítottunk ki, és erre építve a két szervezet összefogásával valósítjuk meg ezt a pályázatot. Bízom benne, hogy sikeres lesz, és a békésmegyei vállalkozások javát, illetve gazdasági fejlődését fogja szolgálni ez a pályázat.